Üdvözlet mindenkinek! 2018. hó 9-én ez az új világrend hírek röviden az Infobubble csatornán. Feltételezem, hogy mindenki hallott már arról a migráns karavánról, amely az Egyesült Államokba tart Guatemalából, Hondurasból, illetve Salvadorból, és mintegy 3500-7000 főt számlál. Október 30-án arról számolt be a 888.hu, hogy ez a karaván jelenleg Mexikó körül jár, és az emberek folyamatosan csatlakoznak ehhez, illetve hát néhányan fel is adják, ezért a számát nagyon nehéz megbecsülni. Az Egyesült Államok fegyveres erői pedig több mint 5200 katonát küldenek a mexikói határa, hogy támogassák Donald Trump elnöknek a határbiztosítását célzó erőfeszítéseit. Jelenleg ott tart a helyzet november 9-én, hogy az amerikai kormány szigorítaná az ország menekültügyi eljárásait, eközben a migráns karaván tagjai egyre többet akarnak. Donald Trump szigorítja a menedékkérelem benyújtásának lehetőségét, csütörtöktől a határértők nem jogosultak menekült státuszra, ugyanis ez túl nagy terhet ró az amerikai bürokráciára. És csak azért szeretném felvázolni röviden ezt a helyzetet, mert hasonló az, ami Európában történik, mindjárt meg fogjuk azt látni, és Magyarországon is. Amint egy 5000 fő jelenleg egy Mexikóvárostól délre fekvő stadionban várakozik, és nagyjából 200 képviselőjük csütörtökön 3 órát gyalogolt, hogy felkeressék az ENSZ Mexikóvárosi irodáját. Buszokat követelnek, ugyanis az út hátra levő része túl veszélyes és túl hideg ahhoz, hogy gyalogoljanak vagy stoppoljanak. Állítólag egyébként Mexikó felajánlotta, hogy ott maradhatnak, azonban ők ezt visszautasították, és inkább ők az Amerikai Egyesült Államokba szeretnének eljutni. Érdekes módon november 5-én azt írták ugyanígy, hogy a becslések szerint már 500 kilométeresre dúzzat a körülbelül 15 000 illegális migránsból álló 3 migráns karaván hossza. Illetve azt írják, hogy már 7000 fegyveresből álló erősítés mellett szöges drót telepítéssel is megerősítette a határ Donald Trump. Nyilvánvalóan a világ két csoportra oszlik, és valaki úgy gondolja, hogy be kell fogadni ezeket a szerencsétleneket, valaki pedig úgy gondolja, hogy minden országnak joga van ahhoz, hogy a szuverenitását védje és azt megőrizze. De hát pontosan ez a helyzet az egésszel. Ez a lényege a migráns helyzetnek, illetve a bevándorlók hullámnak. Nem csak az, hogy felhígítsa a kultúrát és tönkretegye az infrastruktúrát, illetve a szociális berendezkedést, hanem megossza a társadalmat. Ugyanez a szerepe egyébként Donald Trumpnak és majdnem az összes politikai vezetőnek, aki a színen van ma. De megkockáztatom, hogy mindig is ez volt, hiszen a politikának az a szerepe és az a funkciója, hogy a társadalmat megossza a különböző érdekfrontvonalak mentén, és azután ezeket a megosztott csoportokat szépen egymás ellen úszítsa és irányítsa a manipuláció segítségével és a propaganda által. Trump kijelentette többször is egyébként, hogy hiába reménykednek a migránsok az USA területére való belépésben, ez nem lehetséges. Olyannyira nem, hogy ők teljes mértékben felkészültek, a Nemzeti Gárda mintegy 7000 emberrel védi a határokat, a szöges drótot, a kerítéseket, és folyamatosan telepítik az újabb akadályrendszereket. Érdekes az, ami a felmérések alapján megtudható az amerikai társadalomról. Én tisztában vagyok azzal, hogy ezeket nem lehet elfogadni úgy, mint a valóság, de ez a legjobb támpont, ami rendelkezésünkre áll annak érdekében, hogy megítéljük, hogy mi is az, amit a világot irányító elit szeretne, hogy gondoljunk. A migráció, illetve a legális formája a migrációnak az az egyik legfontosabb téma az amerikai közéletben, és ez az, ami foglalkoztatja a legtöbb ember. Egyébként hosszas kampány után november 6-án volt a félidős választás az Amerikai Egyesült Államokban. Statisztikák megmutatták azt, hogy a választókat elsősorban az illegális bevándorlás, a gazdaság állapota, illetve az egészségügy kérdése érdekli. Érdekes az, hogy a statisztika mennyire szembe áll azzal, ami a közvélemény, legalábbis ami a baloldali és különösen a liberális sajtóból érkezik az emberek felé Donald Trumpról. 2017. októberinél 449 000-rel kevesebb munkanélküli van jelenleg az USA-ban. Ennek ellenére a médiából az a kép árad felénk, hogy az emberek nem kedvelik Donald Trumpot, illetve az, hogy ő alkalmatlan a feladatának elvégzésére. És én egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ez a valóság, én azt mondom, hogy ez egy szerep, amit ő eljátszik, ugyanúgy, hogy az összes többi politikus és a narratíva, illetve a történet az a médiából érkezik hozzá. nem tudunk másra dolgozni, mint azzal az információval, amit megkapunk, amihez hozzáférünk. Ebből kell kiolvasnunk azt, ami a valóság ezek mögött, az információk mögött. Donald Trump egyértelműen azt mondja, hogy az illegális bevándorlókat nem szabad beengedni az országba. Ez egyébként teljesen logikus is, azért illegális, mert nincs ott helye. De a mai abszurd világban ez azért egynyire nem egyértelmű. Az viszont igen, hogy az nem véletlen, hogy ez a migráns karaván éppen a félidős választások idején kezdődött el. Én hosszú ideje próbálok meggyőzni mindenkit arról, hogy az, amit politikaként ismerünk, az nem más, mint egy produkció, egy hollywoodi produkció. Koreográfia, forgatókönyvíró, színészek, rendező segítségével. Egyébként most mindenki láthatja és hallhatja az ő szájukból, hogy mi is a cél valójában. A demokraták egyetlen célja az, hogy létrejön a megosztott kormányzás, és a képviselőházban ismét a párt képviselője, Nancy Pelosi dirigálja. Úgyhogy láthatja mindenki, hogy ez nem csak az én elméletem, ez az, amit ők akarnak, hogy megosztott kormányzás legyen, nem csak ott, hanem mindenhol máshol. Láthatunk most már bizonyos részleteket az eredményből, és olvashatjuk azt is, hogy jobboldali szenátoroknak kulcsfontosságú helyeken sikerült győzelmet aratniuk, ugye a republikánus, a jobboldali és Donald Trump ezt az oldalt képviselni. A kongresszus alsóházában viszont az előrejelzések szerint a demokrata párt szerzi meg a többséget a republikánusoktól. Az NBC egyébként megerősítette azt, hogy a törvényhozás 435 fős alsóházában a demokrata képviselők száma bizonyosan meg fogja haladni a szükséges 218-at. Ami történik az Amerikai Egyesült Államokban, azt úgy hívják, hogy a tökéletes vihar létrehozása. Akik követik az eseményeket, azok tisztában vannak azzal, hogy az amerikai társadalom különböző érdekcsoportok mentén szétforgácsolódik. Ezeket manipulálják ügyesen a média, illetve a politika segítségével egymás ellen. Az identitásnak egyébként kulcsfontossága van ebben a propagandában, illetve ennek a szituációnak a kialakításában és fokozásában. Mindenki az identitásának megfelelően választ oldalt. Ez lehet bőrszín, szexualitás, nem, etnikum, fizikális képességek, intellektuális képességek, foglalkozás, bármi mentén. Ezért lehetséges az, hogy a társadalmat elemeire szétszedjük, és ez a folyamat látható az amerikai választásokon is. Ezért alakult ki a két oldal ilyen formán, hogy gyakorlatilag pat helyzetbe kerültek. Ez a legmegfelelőbb a feszültség fokozására. Trumpnak ez a szerepe ebben az egész színjátékban. Donald Trump a tökéletes karakter arra, hogy ezeket az indulatokat felkorbácsolja. Nem is lehetne élesebb az ellentét Donald Trump, illetve Barack Obama között, akit ő közvetlenül követ az elnöki székben. Én a kezdetektől fogva ezt mondom, és most is ezt állítom, Trump az az ember, aki az Amerikai Egyesült Államokat teljes mértékben tönkre fogja tenni. Nem azért, mert ő ezt akarja, neki csak ez a szerepe. Én nem azt mondom, hogy ő gonoszabb, mint bárki más. Én csak azt mondom, hogy ő játsza a szerepét, és az a karakter, akit ő alakít, annak ez a funkciója a politikában. Hogy ez megtörténik-e ebben a 4 éves időszakban, én nem vagyok benne biztos, de a jövőben szinte biztos. Ez egy tökéletes alapot fog teremteni egy következő vezetőnek, hiszen az embereknek már teljes mértékben elege lesz abból az életformából, ami jelenleg a világon folyik. Ehhez hozzájárul egyébként a migráns, illetve a bevándorló helyzet. Ezért van az, hogy Németországban is élesedik a vita az ENSZ migráns paktumáról. Sőt, olyannyira, hogy már a német kereszténydemokraták körében is egyre több kételj merül fel az ENSZ migrációs csomagját illető. Ennek ellenére a párt még most leszavazta az AfD javaslatát, mellyel a bevándorlás párti csomagot elutasították volna. Merkel ugye bejelentette, hogy nem vezeti tovább a CDU-t, ez a kereszténydemokrata párt. Ezzel egy időben a pártban egy lázadás ütötte fel a fejét, és a párt konzervatívabb szárnyának politikusai nem szeretnék, hogy Németország aláírja az ENSZ migrációs paktumát. Ez egy újabb bizonyíték arra, amiről beszélek. A lényeg az, hogy megosszák a közvéleményt most már Németországban is, de mindenhol folyamatosan ez volt, csak ez egy újabb példa erre. Így képesek megosztani a kereszténydemokrata pártot is, és azt is újabb frakciókra felbontani. Az emberek pedig mennek úgy, mint a birkák, és követik a vezetőt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a CDU vagy a kereszténydemokrata párt elutasítja, vagy pedig a paktum mellett áll, egyelőre nem lehet tudni, hogy a többségnek mi az álláspontja. Az ellenzők arról beszélnek, hogy fontos, hogy Németország meg tudja őrizni szuverenitását, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a migrációt. Ez eddig elképzelhetetlen volt Angela Merkel alatt, és most ez lett a helyzet. Sőt, arról is beszélnek, hogy a CDU-nak vissza kell szereznie konzervatív vonásait, mivel Angela Merkel irányítása alatt túl sok ideig tartott balra. Úgy, hogy ezek az emberek mindvégig benne voltak ebben a pártban. Azért is kritizálták egyébként Merkelt, hogy a paktumot társadalmi vita nélkül akarta az országra kényszeríteni, és szerinte az hiba volt, amikor a szövetségi kormány 2015-ben átláthatatlanul engedte be a migránsokat az országba. Az AFB egyébként, az Alternatíva Németországnak párt azt mondja, hogy a csomag baloldali álmodozók és a globális elitek azon tervét szolgálja, hogy titokban betelepítési területté változtassák nemzetállamunkat. Láthatjuk tehát, hogy amiről beszélek, az nem egy összeesküvés elmélet, ez az, amiről ők is beszélnek, hiszen ez evidens, hogy ennyi ember nem tud megindulni a szülőhazájából, mindenféle támogatás nélkül, csak úgy egyszerűen átvándorolni a fél világon és megérkezni utána a legfejlettebb nyugati államok egyikébe. Egyébként ebből a migráns paktumból egyre több ország igyekszik menekülni, először Magyarország és az USA lépett ki, majd Ausztria, Csehország, illetve mások is nemet mondtak már. Ugyanaz a helyzet, mint nemzeti szinten, megosztani az országot nemzetközi szinten, és ugyanez ez a lényeg, hogy megosztani a régiókat. Így működik ez a sakkjátszma. Meg kell osztani a különböző szereplőket, és így mindenki azt hiszi, hogy őneki megvan a saját véleménye, azért harcol, talán magának szövetségeseket, csoportok alakulnak ki, így nem tudnak együtt összedolgozni és meglátni, hogy mi is az igazság. De egyébként még ha tudnának, se látnák meg soha, mivel rossz irányból közelítik meg. Ugyanúgy, ahogy a legtöbb ember. Egyébként a migrációs csomag biztosítana egy útvonalat, illetve útvonalakat, amelyeken a migránsok eljuthatnának azokba az országokba, ahova menni szeretnének. Magyarország egyébként elutasítja ezt a csomagot, és nem tekinti az országra kötelezőnek. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy segítséget kell odavinni, ahol a baj van, a rászorulóknak abban kell támogatást nyújtani, hogy a hazájukhoz minél közelebb maradhassanak és minél előbb hazatérhessenek. Azt kell, hogy mondjam, hogy én teljes mértékben egyetértenék ezzel. Elmondta azt is, hogy Magyarország nem támogatja a kontinensek közötti lakosságcserét, mert ez párhuzamos társadalmak kialakulásához vezet és növeli a terrorveszélyt. A terrorhoax az egy külön történet, de abban kétségkívül igaza van Szijjártó Péternek, hogy ez párhuzamos társadalmakhoz vezet, hiszen ezek a kultúrák nem kompatibilisek egymással. Egyébként ez a lényeg, összevegyíteni az embereket, és a kialakult káoszból aztán rendet kell majd teremteni, hiszen az emberek nem fognak tudni hatékonyan együttműködni, mint ahogy azt bizonyítják a nyugati társadalmak. Előbb-utóbb a helyzet odáig fog fajulni, hogy az emberek akarni fogják, hogy létrejön egy rend, hiszen az világos, hogy ez a mai nem működik. Amit be akar bizonyítani az elit, az az, hogy egy közös kormányzásra és egy közigazgatási rendszerre van szükség az egész világon, és ez lesz a legegyszerűbb. Megerősítette Szijjártó Péter, hogy ő nem tekinti magukra nézve kötelezőnek az ENSZ globális migrációs csomagját, és Magyarország kilépett ebből. Az ausztrál kormány így nyilatkozott, nem adjuk fel szuverenitásunkat, nem engedem, hogy senki által meg nem választott szervezetek diktáljanak nekünk, ausztrál embereknek. Ezt az ausztrál belügyi, bevándorlásügyi és határőrizetért felelős miniszter Peter Dutton mondta el egy rádióinterjúban. Orbán Viktor arról beszél, hogy Európa a nemzetek Európája lesz, vagy nem lesz. Pontosan, Európa nem lesz. Ő arra gondol, hogy képes lesz majd megőrizni a nemzeti szuverenitást egy olyan világban, ami egyértelműen arra törekszik, hogy egyé kovácsolja az egész népességét. Ezt nem lehet megállítani. Az, amit ő csinál, egyébként hozzájárul a problémához. Ez a lényege az egésznek. Úgy van kidolgozva a terv, hogy nem lehet belőle kiszállni. A szituáció, amiben vagyunk, az hasonlít ahhoz a csapdához, ami egy ragasztóval bekent felület, és az egér vagy a patkány rámászik, és aztán beleragad. Mi már benne vagyunk ebbe hosszú-hosszú évezredek óta, ebből nem lehet kijönni, és hogyha visszatekintünk, akkor láthatjuk, hogy ahogyan mászunk előrébb az időben, egyre jobban beleragadunk ebbe. Sőt, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, lehetetlen belőle kimászni. Ahogy egyre inkább próbálkozik az emberiség, csak egyre jobban beleragad ebbe. Természetesen szükség van valamilyen csalira, ez a csali egy jobb élet lehetősége, egy harmónia, ahol mindenki azt csinál, amit akar, munkanélkül kapja a pénzt, utazgat, élvezi az életet. Az ingyen élelem. És egy kényelmesebb, egyszerűbb életnek a reménye. Azonban amikor az ember rajta van ezen a felületen, onnantól kezdve már erről nincsen leszállás, és mi ezen rajta vagyunk nagyon-nagyon régóta. Úgyhogy ha valaki azt hiszi, hogy ebből ki fog mászni, akkor az ugyanabba a csapdába esett, mint a patkány vagy az egér, amelyik hozzáragadt ehhez a laphoz. Azt gondolja, hogy majd harccal, ellenállással, küzdelemmel, erővel ki fog tudni ebből mászni, és meg fogja tudni dönteni ezt a rendszer. Az ember, ahogy szemléli, ez tisztában van azzal, hogy ez lehetetlen. Érdekes módon, amikor saját maga van ebben a helyzetben, akkor valahogy senki nem ismeri fel ezt. Ennek az illúziója a nemzetek Európája. Természetes az, hogy nemzetek nélkül Európa elveszteni az identitását, elveszteni lelki és kulturális arculatát. Európa a nemzetek Európája lesz, vagy nem lesz, ezt mondta Orbán Viktor Helsinkiben. Európa nem lesz, ugyanúgy, ahogy nem lesz Afrika, Ázsia, Észak-Amerika, vagy Ausztrália sem. Egy világkormány lesz, és mindenki abban fog élni. Az a maroknyi ember, akinek erős a hite ahhoz, hogy elhagyja ezt a rendszert, az fanatikus lesz, üldözött lesz, terrorista lesz, és a rendszeren kívül kénytelen élni már, aki kijut abból majd. De a legtöbb ember, mire odáig eljutunk, örömmel részt fog venni ebben a rendszerben, beleértve Orbán Viktort is egyébként. Ugyanis nem lesz alternatíva. Ugyanúgy, hogy a patkánynak nincsen azon a ragacson alternatíva, nekünk sincsen alternatívánk. Mi szép lassan haladunk előre a programban, és mindenki, minden cselekedetével, aki részt vesz ebben, ennek a megvalósulását segíti elő. Ha harcol ellene, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy talán még jobban támogatja, mint azok, akik építik. Az egyetlen megoldás felismerni azt, hogy ebből nincsen kiút, segítséget kérni a teremtőtől, és majd ő fog kivezetni minket ebből az egészből. Az egész világ ezen kívül el fog tűnni a föld színéről, és ezt lehetne látni most, és egy intelligens ember látja, hogy ennek a folyamatnak, amiben benne vagyunk, ugyanaz lesz a vége, ami Babilon, Asszíria, Görög Birodalom és a Római Birodalom esetén volt. Jönni fog egy erősebb birodalom, ami el fogja azt pusztítani. Ez lesz az új világrend, aminek van egy rövid ideje, és azután megérkezik majd az egyetlen, legerősebb birodalom, ahol a teremtő maga fog rendet tenni. Előtte azonban még meg fogja engedni az emberiségnek, hogy próbálkozzon, és a saját erejéből megpróbáljon kijutni ebből. A kormányfő beszédében kiemelte, hogy a közép-európai nemzetek újra csatlakoztatásával Európa békésebb, erősebb és gazdagabb lett, mint volt. Ha szuverenitást akar, akkor minek csatlakozott az Európai Unióhoz? És minek közös Európai Unió, hogyha mindenki a szuverenitását akarja megőrizni? Mi akkor az Európai Unió? Miért nem csak hozunk létre egy gazdasági szövetséget és kész? Ennek ellenére ő is benne akar maradni, ő is be akart lépni, és mindenki más be akar lépni, és közben szuverenitásról beszél, mikor tudjuk, hogy az Európai Unió nem akar szuverenitást. Hát akkor nem hazudnak és manipulálják az emberiséget, hogy lehet ezt nem látni? Még annyit hozzátennék, ez itt index.hu, akik arról számolnak be november 8-án, hogy alanyi jogon járó fizetés jöhet az ingyen pénz korszaka. Erről már nagyon sokat beszéltem korábban, ez a helyzet, és ez lesz a helyzet egyébként az egész világon, mindenhol az új világrendben. Lesz egy feltétel nélküli általános alapjövedelem, amit az állam fog biztosítani abból a termelésből, amelyet a technológia segítségével létrehoz majd emberek nélkül, legalábbis minimális hozzájárulással. Ezért, mivel nem lesz munka, nem lesz bevétele az embereknek, így kénytelen lesz az államra támaszkodni. És ez lesz a tökéletes ellentéte annak, amit a teremtő akar. Az ember vagy a világra támaszkodik, vagy rá. Hogy ez hogy nem világos az embereknek, azt nem tudom, de a helyzet az, hogy a Világbank és az IMF szerint is jobb hatékonyságú lesz a világ. Különösen a szociális juttatások, mert az embereknek juttatások kellenek a semmiért, hogy ne csináljanak semmit. Ezt az álláspontot a robotika fejlődésével várhatóan jelentősen átalakuló munkaerőpiac felülírhatja. Még ennél is előbb kerülhet napirendre a kérdés egy újabb gazdasági válság esetén, ahol az ingyen pénz a recesszióból való kilábalás eszközeként tűnhet fel. Ez egyébként most is így volt, csak szerintem a legtöbben átaludták ezt a helyzetet. A gazdasági válságot most is az ingyen pénz hozta ki ebből a helyzetből, csak most nem az egyénnek adták, hanem a bankoknak. Azt a néhány ezer milliárd dollárt, amit nyomtattak a semmiből, azt megkapták a bankok, és azok aztán hitelként kiadták. Így még rosszabb lett a helyzet, hiszen a semmiből jött pénz természetesen inflációt okoz, ezt ugyanúgy vissza kell majd fizetni valakinek. A kérdés felmerülhet, hogy ki az, aki adja a pénzt az egész világnak, persze hát ez nem merül fel a legtöbb emberben. A lényeg azonban az, hogy a robotika fejlődésével átalakul a munkaerőpiac, ami felgyorsítja ezt a folyamatot, ugyanúgy, ahogy egy esetleges gazdasági válság fel fogja gyorsítani. Szóval nem tudom, mikor fognak az emberek észbe kapni majd. És az, amit mondok, hogy ennek feltételei lesznek, az nem azért van, mert én összeesküvés elméletekben hiszek, hanem azért, mert így működik a világ. Nézzük meg például, hogy Brazíliában mi történik. Hogyha valaki a szociális juttatást meg akarja kapni, annak oltatni, és iskolába kell járatni a gyerekét ehhez. És így a szülők egy garantált jövedelem minimumot megkapnak. Ők azt mondják, hogy ők nem az ilyen rendszerekre gondolnak, én meg azt mondom, hogy ez így lesz. Soha nem volt a történelem során, és nem is lesz soha olyan, hogy valaki ingyen adott volna valakinek is valami. Hosszú távon. Különösen nem az állam. Úgyhogy az, amiről ezek az idióták írnak, az egy tipikus, liberális utópia, ahol majd mindenki utazgat az ingyen pénzből, nem csinál semmit, hanem éli világát. Ilyen soha nem lesz. A lényeg nem ez, a lényeg az ellenkezője. Eddig egyébként már 3 kontinensen megy ez a kísérlet, Kanadában, az USA-ban, Kenyában, Finnországban és Svájcban is felmerült már ez az ötlet. Finnországban 2015-ben a munkanélküliség 10%-ra nőtt, és ennek a negatív hatására kerestek valamilyen megoldást. A szakvélemények egy pontban találkoznak és egyetértenek, ez pedig az, hogy a technológiai fejlődés gyors üteme vezethet végül a feltétel nélküli jövedelem szélesebb körű bevezetéséhez. Mivel el fog tűnni a munkahelyek lehetősége, és nem fognak tudni az emberek megélni, és rá lesznek utalva arra, hogy valaki biztosítsa ezt számukra, és ez a világkormány lesz. A háború, az éhínség és a pusztulás után, amikor mindazok a manőverek, amiket ma láthatunk a politikában, elérik majd a végkifejletüket, annak a folyamatnak a gyümölcse lesz a világkormány, az általános alapjövedelem, a biometrikus identifikáció vagy azonosítás, és ezáltal a fenevad rendszere ez lesz. Az automatizálás, a mesterséges intelligencia és a robotok elterjedése sok munkahelyet fog megszüntetni. Tessék? Korábban nem látott mértékben fogja átrendezni a munkaerőpiacot. McKinsey szerint egyébként 2030-ig több mint 800 millió munkahely szűnhet meg az automatizáció miatt. Az 800 millió munkahely. Az átmeneti időszakban minden bizonnyal szükség lesz egy olyan szociális hálóra, ami biztosítja az emberek anyagi szabadságát és biztonságát. Még annyit megjegyeznék és ezzel fejezném be, hogy egy olyan mennyiségi lazítási program, ahol ezúttal nem kötvényekbe vagy más tőkepiaci eszközökbe megy a kinyomtatott pénz, mint ami most volt, ami most a válság után történt, amit az emberek átaludtak, mert úgy vannak vele, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt, nem is érdekel, hanem konkrétan pénzt fognak adni az emberek kezébe azért, hogy költsék el és húzzák ki a gödörből a gazdaságot. Akik tehát követik ezeket a videókat, folyamatosan látják, hogy mi is az az irány, amerre haladunk, és hogy ez nem egy összeesküvés elmélet, ezt elmondják nekünk, mert tudják, hogy a legtöbb ember nem tudja felfogni, és nem is érdekli őket. Úgyhogy ez az új világrend hírek röviden. 2018. 11. hó 9-én mindenkinek a legjobbakat, shalom és halleluja! Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!